Sziasztok, eljött az ideje egy kis Star Atlasnak. Kijött egy pre-alpha, már játszható demo, ahol meg tudjuk nézni a hajóinkat, meg azt is, hogy mit produkál az Unreal 5-ös engine. Először is annyit szeretnék mondani ezzel a Star Atlas-szal kapcsolatban, hogy én eddig is nagyon vártam ezt az egészet, ez az egész űrös téma miatt, mert nekem ez nagyon szimpatikus, meg ugye az NFT, kriptó is ugye szerves része ennek az egésznek, plusz még ugye az Unreal 5-ös engine-t is pakolják alá, ami szerintem brutális lesz, stb. Tehát, hogy nagyon sok minden miatt vártam, de ez brutálisan néz ki, amit most meg fogok mutatni nektek. Én az előbb próbáltam ki kb. 10 perce, hihetetlen jól néz ki. Egy gamer notim van egyébként, remélem nem fog majd felrobbanni a futtatás és a videó felvétele közben. Elég nagy a gépigénye, de megpróbálom majd valahogy értékelhető formában visszaadni nektek az egésznek a kinézetét, meg stb. Az külön nagyon jó, hogy már ilyen fázisban tart a fejlesztés. Én ezen az egészen felbuzdulva be is vásároltam egyébként a Star Atlas tokenből most az előbb, mert ugye brutálisan lenn is van az ára, plusz ugye vettem egy pilótát is, potom azt hiszem 217 dolláros áron, ugye ezt USDC-ért vettem meg, de Atlas tokenért is ugyanúgy meg tudjátok venni a marketplace-en, az oldalon ugye. Egyébként csak hogy mellékesen megsúgom azt, hogy ez a pilóta, tehát ez egy olyan emberke, akit majd, hogyha kész lesz a játék, akkor bele tudjuk rakni, hozzá tudjuk adni ugye a űrhajóinkhoz, és ugye gondolom, milyen plusz statisztikát fog adni, mert ugye ez egy pilóta, tehát hogy a manőverezhetőség, vagy mit tudom én, valami majd jobb lesz, ez a lényeg. 217 dollár volt, és amikor én korábban néztem ilyen, hát lehet, hogy már fél éve is ilyen, amikor nagyon pörgött ez a Star Atlas téma a chatten is, a Discordon, akkor nézegettem is, akkor ilyen 2000 euró körül volt, tehát hogy most kb. A tízszeresével ugye kevesebb, vagy hát annyiból volt több az ára. Szerintem mindenképpen érdemes megnézni, aki hisz ebben a projektben, hogy pár éven belül ugye beérik, kész lesz, az nézzen szét a marketplace-en, ahogy én is tettem szerintem. De még ha nagyon nem is vagy igazából játékos, nem is akarsz belebonyolódni majd a küldetésekbe, vagy abba, hogy besztékeled a hajódat, stb., akkor is érdemes lehet a tokenek vásárlásán és tartásán elgondolkodni. Gondolom, ha halljátok a hangomon, én is, hogy eléggé lelkes vagyok. Ugye, hogyha token tartotok, azt hát ugye felmegy az ára, és eladjátok, tehát hogy erre is lehet spekulálni simán, szerintem, hát nem tudom. Biztos kell még neki egy pár év, de nagyon nehezen tudom elhinni, hogy ezen ne lehetne jó kis profitokat csinálni. Na és akkor nézzük is meg, hogy hogyan tudunk igényelni alfa verziós kódot magunknak, ugye ezt igényelni kell egy ilyen alfa kódot. Első lépésként a Phantom Walletet ugye csatlakoztatjátok az oldalhoz, rákattintotok a kis profilképetekre, ami ugye itt van, itt mutatom is, csak itt félig eltakarja a robot, mindegy, itt látjátok, ez a kopasz úriember, ugye ez nektek nem biztos, hogy így néz ki, amit beállítottatok, az jelenik itt meg, vagy ha nem állítottatok be, akkor lehet, hogy csak egy ilyen árnyék, mindegy, erre rá kell kattintani, ide juttok a profilotokra, és itt a jobb felső sarokban van ez a sárga gomb, ez a Claim Game Codes, erre rá kattintotok, én már ugye kértem szó, most nem fogok még egyszer, de itt végig kell, itt ugye aprúválni kell, és akkor ki azonnal is írja, hogy kaptatok kódot igazából. Én 4 kódot kaptam egyébként, ez attól függ, azt hiszem, hogy mennyi ideje van már hajótok, vagy mennyi ideje regisztráltatok az oldalra. Ugye nekem itt írja is, hogy a accountom kora az 10 hónap, tehát én 10 hónapja regisztráltam, meg vettem is hajót, tehát hogy de tök mindegy amúgy, mert hogyha csak egy kódot kaptok, az is teljesen jó, elég egy kód is ahhoz, hogy ki tudjátok próbálni. Ez arra jó, ez a több kód, hogy mondjuk egy haverotoknak odaadhatjátok, akinek például nincs hajója, és akkor ő is meg tudja nézni, gondolom. Bár ugye, hát igen, szerintem elég, hogyha van egy Phantom Walletje, mert az kérni fogja, amint belép. Tehát nem biztos, hogy kell, hogy hajója legyen. Bár most lehet venni ilyen 10-20 dollárokért is már hajókat, tehát hogy nem tétel igazából. Ha ez megvan, telepítsétek fel az Epic Games Launchert, ugye ezt úgy is tudjátok, hogy azt mutatom, hogy itt a Home menüpontra kattintva a Star Atlas oldalon itt szépen rányomtok erre, hogy download, és akkor végigfutiteket vezetni, magától föl fogja telepíteni, vagy hát nem magától, de föl fogja dobni, és akkor föl tudjátok telepíteni Epic Launchert, tehát ebben semmi bonyolult nincs, úgy itt beregisztráltok, stb. Tehát a szokásos, hogy egyre Epic fiókotok, az a lényeg.
Utána a nevetekre kattintva, vagy hát itt jobb felső sarokban van ez a kis, hát nekem az R betű ugye a nick nevem miatt, erre rákattintotok, és annyit kell nyomni, hogy itt lesz egy ilyen redeem kód nevű menüpont, erre rányomtok, és ide kell bemásolni azt a kódot, amit ugye megkaptatok. Ezt másoljátok simán be, rányomtok, hogy redeem, utána azonnal itt egyébként azt hiszem a jobb alsó sarokba föl is fogja dobni, hogy oké, okay, egy ilyen Star Atlas-t akkor redeemeltetek, bekerült a library tolgot, tehát a könyvtáratokba, és az a lényeg, hogy nekem két kódot kellett igazából beírnom, mert először itt, amikor földobja ezt a kis ablakot, nem nyomtam rá arra, hogy install azonnal, hanem így hagytam, hogy az eltűnjön az a kis előugró ablak, és így viszont nem találtam meg, tehát hogy hiába kerestem rá, hogy Star Atlas, nem tudtam installálni, megtaláltam adatlapját a játéknak, ott nem volt az, hogy install. És utána még egy kódot hozzáadtam, megint redeemeltem, és utána már itt a felugró ablakba rányomtam arra, hogy install now, vagy nem tudom, hogy installálja azonnal valamilyen gomb felugrott. Arra rányomtam, és egyből elkezdte installálni. Szóval szerintem inkább így csináljátok, mert ha csak egy kódotok van, akkor nehogy ebbe a hibába esetek, mint én. Szerintem ez egy kicsi bug, vagy lehet, hogy csak én voltam béna. A lényeg, hogyha itt egyből rányomtok, hogy installálás, akkor fel tudjátok installálni. Arra figyeljetek, hogyha van a gépetekben, akkor SSD-re rakjátok a játékot, és hát nyilván mielőtt majd elindítjátok minden, nem tudom, minden ilyen nagy memóriát, meg stb. Dolgokat fogyasztó dologból lépjetek ki. Én például úgy léptem először, hogy el volt indítva a videóvágó is, meg a Photoshop is, hát nyilván az nem volt egy jó ötlet. Na akkor, amikor beléptek a játékba, mentsétek el a Phantom Walleteteknek a 12 szavas kulcsát vágólapra, mert azt majd ugye kérni fogja, hozzá kell így csatlakoztatni, nekem ugye már hozzá van csatlakoztatva, utána meg kell adnotok egy jelszót, és akkor a következő belépésnél már az a jelszó, hogy tudtok belépni, tehát nem kell mindig újra hozzá csatlakoztatni a walletet. Ezt én már ugye megcsináltam, nekem kész van. Itt ugye optionsbe be tudtok állítani mindenféle dolgot, grafikát is. Nekem most ilyen ablakos módban van, ugye a videófelvés miatt is. Full HD-ba van, hogy jobb legyen a videó, és high-on hagyom. Mert alapjában véve nekem egy gamer notin van, ilyetes procival, 32 GB RAM-mal és 2070-es videókártyával. És nekem epikre rakja, és egyedül tudok is úgy vele játszani, kicsit szaggat, de úgy azért nagyjából élvezhető, viszont most veszem másodszor fel ezt a videót, amit most így meg fogunk mutogatni, mert az előbb fölvettem egy ilyen 15 perces ilyen kis részt nektek, viszont utána visszanézve így, hát ilyen brutálul szaggatott, tehát hiába nekem nem szaggatott annyira, nem tudom, minden 20. képkockát játszotta, vagy vette föl ugye a videóvágó, vagy a videófelvevő progi, tehát hogy élvezhetetlen volt, most újra veszem az egészet, tehát most átállítom ezt high-ra, hogy akkor így szerintem így jobb lesz, és így fogjátok ti is látni, és akkor nézzük is meg a játékot, el is indítom, így legalább már fogom én is tudni, hogy miket mutassak meg, mert az előbb itt még bénáztam, így azért egy kicsit jobb, de hát igazából már itt látjátok szerintem, hogy még így high grafikán is marha jól néz ki, tehát hogy a fények, az árnyékok nagyon jól néznek ki. Itt is van egy hajó, ez azt hiszem egy ilyen alaphajó, ezt mindenki be tudja ide pattintani magának, tehát még az is meg tudja nézni, hogy ha ismerősnek odaadjátok a kódot, amit kaptok, és nincsen hajója, ő is meg tudja egyébként nézni, de hát azért látszik, hogy eléggé ki van ez dolgozva, meg el van készítve. Tehát szerintem brutális. Most azt ne nézzétek, hogy ez ilyen kékes, meg ilyen hülye néz kicsit ki, mert ugye ez még szerintem ilyen, tehát nincs rajta textúra nagyon, csak ilyen alap. Ugye itt is ilyen egy sikó az egész, vagy egy színű. De hát azért ez így marha jó szerintem, hogyha majd lesznek hajóik, így be tudunk jönni, ott lesznek a, nem tudom, a képek a falon, amit megveszünk, vagy a legénység, vagy akár majd a csapattagok is egymás hajójára be tudnak menni, akár együtt küldetést csinálni, gondolom ebben ilyenek is lesznek majd előbb-utóbb. Itt körbe tudtok nézni a hangárba egyébként. Vannak mindenféle ilyen poszterek, vagy ilyen animációk kin. Tehát ugye ez igazából a hangár. És akkor azt akartam megmutatni, hogy ugye itt van egy ilyen panel, és itt be tudjuk tenni, vagy ki be tudjuk rakni a többi hajónkat is, ha van. Ugye nekem van, két hajóm is van.
és ez a Calico Compact Hero, ugye ez egy ilyen, hát ezt ilyen 3000 euró vagy dollár körül vettem anno, egy 10 hónappal ezelőtt. Most egyébként ezt, most nem akarok hülyeséget mondani, de ma megnéztem is, valami 1700 körül van, tehát hogy fél áron meg lehet gyakorlatilag venni. Hát most nem mondom, hogy mindenki ezt vegye meg, de hogy ez is egy tök jó áron van, és egyébként sok-sok hajó nagyon jó áron van, tehát érdemes szétnézni, hogyha valakit érdekel. Én vettem hozzá még most egy ilyen legénységi tagot, egy pilótát, gondolom azt majd hozzá lehet adni, és akkor ugye a statisztikákat fogja növelni. Az is 200 dollár volt. Ez a hajó az nem az enyém, ez szerintem ez ilyen alaphajó, hogy ezt meg tudja mindenki nézni. Ezt pedig ma vettem, de ez is valami 20-30-40 dollár volt. Viszont ez nem elérhető, tehát ezt nem tudom most megmutatni nektek. A sajátomat ezt meg tudom mutatni. Viszont ez meg még csak ilyen, hát ilyen rácsosan jelenik meg. Gondolom még nincs befejezve, vagy nincs teljesen elkészülve, de hát szerintem magáért beszél, hogy tényleg, hogy mennyire ki vannak dolgozva a hajók, és milyen jól néz ki. Még így ezzel a szép kék színnel is szerintem arra jó. Tehát azért ebben volt grafikai munka, meg modellezés, meg mit tudom én. Erre sajnos nem lehet még fölmenni, tehát hogy még nem nyílik le a kis rámpa. De szerintem elég jól néz ki. És itt lehet még olyat csinálni, hogy de visszamegyek ez a irányítópulthoz. Akkor meg lehet nézni több területet is. Egyébként ki is mehetnék gyalog is a lábamon, de van ilyen teleportálós rész, és akkor itt ki lehet menni mindenféle helyre a játékba, ugye, ami van, és akkor egyből oda teleportál. Most ezt a terasz részt akarom megmutatni, mert itt lehet felülről látni a hajót. Itt egy ilyen irányítópult. Egyébként ez is már maga ez az irányítópult is tök jól néz ki, itt látszik a hajónak a kis tervrajz rajta, meg mit tudom én. De itt fölülről látjátok ugye a hajót, hogy hogy néz ki. Tehát meg tudjátok így is őket nézni. Szerintem brutál jól néz ki az egész. Tényleg a fények, az árnyékok, a karakternek is az árnyéka. Egyébként, hogyha, tehát epigrafikán, tehát hogy akinek nagyon brutál gépe van, az tehát a epigrafikán azért sokkal jobban néz ki, tehát sokat számít. Majd próbáljátok ki mindenképp, hogyha van egy jobbfajta gépetek. Nekem ez nem tudom, egy 3 éves notebook körülbelül. De így is szerintem teljesen élvezhető, és így még a... Most nem tudom a videón mennyire fog szaggatni, így most élőben szerintem azért megvan egy... Mármint, hogy így, hogy én játszok egy ilyen... Hát 30 FPS-en nincs, de egy ilyen 23-ra tippelném mondjuk, 23-25 FPS, így el lehet így kóricálni itt. Ugye az emberi szem az azt hiszem 25 FPS-től nagyjából folyamatosnak látja. Tehát elég részletes, maradjunk annyiba. Ki tudok itt ugrani? Hát megpróbálok kiugrani. Hát ha meghalok. Nem haltam meg. Hát azt még nem rakták bele, gondolom azért majd. Mondjuk ilyen ruhában lehet, hogy nem is lehet meghalni, de csak a növényzetet akartam megmutatni, hogy az is nagyon jól néz ki. Mondjuk az még nincs benne, hogyha neki megyek a falevélnek, akkor arrébb. De hát jó, hát elég maximalista vagyok, hogy azt mondjam. De egyébként szerintem simán van olyan, mint egy tényleg egy AAA-s kategóriás játék akár. Tehát ez simán. Tehát tényleg Unreal 5-ös engine-nel nagyon jól néz ki. Tehát, hogy akár egy PS exkluzív szerű is lehet. Hát nyilván majd a játéktól függ, hogy mit lehet majd benne csinálni, meg milyen lesz, de amit én eddig látok, engem nagyon-nagyon meggyőzött. Tényleg a hangok is, a zene is, a hangulat is, a modell is, tehát a karakter futni is, ugye, tehát a futás is, tehát tök jó meg van csinálva tényleg az egész. Kicsit még szaggat, ugye, meg ilyesmi, de itt is jól néz ki. Ezzel sincsen semmi baj, ez is tök jól néz ki. Szóval nekem nagyon tetszik, tehát nem gondoltam volna, hogy hát ilyen X-Infinity meg a stb. Ilyen Play to Earn játék után azért ez egy elég nagy váltás is szerintem. Tehát azokkal én sem nagyon bohóckodtam, de mondjuk azért egy ilyennel, tehát az itt az árnyékok is, tehát tényleg fújjon néz ki. Tovább nem tudok szaladni. Ja, itt látszik is, hogy itt van egy ilyen kis fal. Pedig gondoltam, megnézem, mi van ott a hegyeknél, de gondoltam, hogy nem lehet oda elszaladni. Jó, és akkor visszamegyek oda, és akkor nézzük meg még
mást is. Itt például azt hiszem, hogyha ide átszaladok, ezt az előző videóban mutattam, csak aztán ugye újra kellett vennem, itt is ki lehet pakolni az űrhajót ide kintre is. És akkor más megvilágításba megmutatom. Hát remélem ez nem fog most nagyon szaggatni. Így egyébként, hogy szaladok, akkor el is kezd lihegni a karakter, szóval gondolom lesz ilyen stamina is benne, meg mit tudom én, majd később. Tehát ki tud majd fáradni a karakter. Hát ide is kirakom akkor a saját hajómat. Ott is van. És itt más megvilágításban láthatjátok. Ugye lehet majd a hajókhoz is skineket venni. Nekem ez a hajóhoz már lehetne kapni egyet a marketplace-en, viszont olyan drága még így leértékelve is, vagy most, hogy ilyen olcsóbb, hogy nem vettem, tehát azt hiszem több ezer dollárba kerül. Hát azért ez így nem néz ez így rosszul ki, így se. Meg tényleg nagyon részletes, nagyon jól ki van dolgozva, tehát nem tudom, ki ismeri a Star Citizen-t, ugye azt már ilyen közösségi támogatós, nem tudom hány millió, pont a múltkor olvastam egy cikket, de nem emlékszem, hogy hány millió dollárt összeszedtek már, és már nem tudom, szerintem vagy 10 éve csinálják, vagy 8, vagy nagyon-nagyon rég. Tehát ahhoz képest egyébként ez se áll rosszul. Hát nekem nagyon tetszik. Tényleg nagyon jól néz ki. De még ezt akartam megmutatni. Itt van egy nagy kapu, amit kibe lehet nyitni és csukni, és az is nagyon jól néz ki. Nézzétek meg, most kinyitom. És ez se így simán kinyílik, hanem ilyen részekből áll össze, és így nyílik ki. Nagyon jó a fizikája, nagyon jól le van modellezve, nagyon jó a hang is, én most füles van rajtam, és úgy nézem. Szerintem kegyetlen jó. Tehát, hogy azért mutatom ezt, mert aki nem ért hozzá, tehát annak valószínűleg tök mindegy, de ez nagyon-nagyon minőségűen meg van csinálva az egész, tényleg. Le a kalappal amúgy. És akkor még nézzünk meg valami más helyet, ahol még nem voltam, a teleport segítségével. Bár gondolom csak ezen az épületen belül lehet teleportálgatni ide-oda. Hát mondjuk itt a main hall, ugye ez. Ja, hogy itt, aha, itt pörök tovább, tehát ez, nézzük meg ezeket a szobrokat. Hoppá, hát ez se néz ki rosszul. Nagyon jól néznek ki. Meg tényleg a textúrája a dolgoknak, az nem biztos, hogy videón el fog jönni, de ez is, hogy ilyen márványos anyagból van, annyira átjön amúgy. Tehát nem tudom, nem mindenki szereti ezeket így, de szerintem nagyon jók. Brutál jól néznek ki amúgy. Hát lehet, hogy itt tényleg érdemes lesz ennél a játéknál csapatot verbúválni, és akkor így együtt kalandozni akár, vagy aki nem szeret játszani, vagy nincs olyan gépe, ugye annak lesz lehetősége továbbra is stékelni, meg ilyen olyan küldetésekre elküldeni a hajóit. Nem tudom, mi ez az energiacsó, vagy fénycsó, ez gondolom csak valami design. De elég jól néz ki, nem tudok oda felugrani. Szóval na, hát ez így nem rossz. Hát ennyit erről, szerintem kifejezetten pozitív csalódás. Én nem gondoltam volna, hogy ilyen ennyire fog tetszeni, tényleg, tehát látom benne nagyon a fantáziát. Nyilván még tök üres a világ, nem tudom, mik lesznek a következő lépések. Remélem lassan megcsinálják a gildes részt is, ezt a klánosdit, hogy akkor lehet majd együtt nézegetni egymás tucait, meg így másokkal beszélgetni, stb. Az is szerintem tök jó lenne. Unreal 5-ös engine az nagyon tetszik. Hát majd írjátok kommentben meg, hogy mi a véleményedek. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy
hogy kinek hogy tetszik ez az egész látvány, mert ugye most itt igazából azt tudjuk megnézni. Tehát ugye, hát ezt még játékélménynek nem nevezném. De hát ugye ez még csak egy ilyen alfa-alfa, pre-alfa, nem tudom micsoda. Tényleg jól néz ki. Még oda kimegyek, aztán kilépek, mielőtt felrobban tényleg itt a notebookom. Hát itt igen. Megpróbálunk leugrani itt is. Itt már nem engedi. Nem lehetek öngyilkos. Ajjaj. Ilyet itt látni legalább ilyen sziklás részt, az is elég jól néz ki. Hát igen, várom sok szeretettel, amikor már majd lehet repkedni az űrhajókkal. Az lesz az igazi. Szóval erről ennyit, szerintem nagyon jó. Mondom, nézzétek meg, szedjétek le, ingyen ki lehet próbálni, semmibe nem kerül, azt hiszem 20 giga tárhelyenek kell lenni. Szerintem SSD-re rakjátok föl, ha tudjátok. Megnézhetitek, hogyha gyengébb gépnek van akkor is, akkor szerintem a legalacsonyabb grafikai beállításokkal így tudtok egy kicsit szaladgálni, tehát hogy szerintem simán lehet. Én azt hittem úgy, hogy meg lehet majd egy csomó hajót, meg mindenfélét nézni, mert néztem. Ja, egyébként YouTube-on kerestek rá, mert láttam sok olyan videót, amikor ezeket a kis motorokat, meg ezeket a kisebb járműveket is megnézik. Most annak az embernek, aki ezt csinálta a videót, valószínűleg van egy csomó ilyen űrhajója. Nekem ugye csak ezek vannak, ezek kettő. De az is lehet, hogy valami fejlesztő csinálta, és az ugye mindent be tud pakolni ide magának. Nem tudom. Ha esetleg még majd veszek valamit, vagy lesz valami fejlesztés, vagy ki lehet mást is próbálni, arról is fogok videót csinálni mindenképpen, tehát ezt figyelni fogom. Addig is nézzétek majd meg ti is ezt. Szóval ezek után, hogyha valakit nem győzött meg, akkor annak tényleg nem is való ez, szerintem brutál jó. Ahogy az öreg Ford Fairlane mondaná nekem, eszem faszom megáll. Na de viccet félretéve, egyébként ezt a karaktert, amit mondtam, ezt vettem meg, 3065 darabban, belőle szerintem $200 simán megért, nézzétek meg, azt hiszem ő meg még egy sokkal drágább elérhető, hát nem tudom, nézzétek meg, de itt meg is tudom mutatni, hogy a Marketplace-en gyorsan megnézzük, látjátok ilyen, tehát itt adogatják el ilyen $216-$210 áron, de egyébként ez volt ilyen 2-3 ezer is, tehát hogy én egyszer nézegettem már ezeket is, nem emlékszem mennyi volt, de hónapokkal ezelőtt néztem, és akkor sokkal-sokkal drágább volt. Tehát még most is van egy pár darab ilyen $200-$250 között, itt ugye van egy ugrás, itt már 600 ér van. De van egy csomó minden amúgy, tehát hogy ilyen, ugye, ilyen badge-ek, ezek is majd különböző helyekre be lehet menni, ezek jó drágák amúgy, nekem ilyen sima uncommon badge-em van csak, lehet mindenfélet venni, ugye itt lesznek a épületek, ezt még nem lehet venni, ezekkel majd bányászni, meg előállítani mindenféle anyagot lehet majd, akkor ugye a hajókat is érdemes átnézni, tehát ezek a, én ugye ezt vettem meg, ez a extra kicsi hajó, és megnézem gyorsan nektek, mert az előbb nem előtt, látjátok $25, tehát hogy szinte ingyen van, tehát hogy hát nem tudom, szerintem érdemes körbenézni. Medium hajóknál van itt ez a enyém, a Calico Compact Hero, ezt is megmutatom még gyorsan, ez is most 1750-be kerül, és hogyha rányomtok a detailsre, ez 3500 volt, tehát én is valamilyen 3500-ához, vagy 3400 körül vettem, vagy valami ilyesmi, azt hiszem. Ugye ebből 1233 darabban, ez egy rare, egy ilyen kék besorolású hajó. Nekem nagyon tetszett ez a old school megjelenésű űrhajó, és akkor itt látok ilyen képeket, ugye mindenféle skinekkel, mert mit olyan, azért ezek nem rosszak. De egyébként azt is szerintem meg tudom mutatni Marketplace-en, hogy van mindenféle ilyen... Hát az hol lesz? Ja, itt van. Tehát, hogy vannak ilyen skinek, látjátok? És akkor rámentek. És akkor ilyen, ezeket is meg tudjátok venni. Hát ebből ugye 4 darab volt összesen, ez ilyen legendary skin, tehát hogy nem semmi. Én annyit mondanék, hogy én a Star Atlas tokent egyébként most vettem, úgy vettem, hogy ugye beküldtem Solanát és a Phantom, ugye a Phantom walletemre, és ott egyszerűen swapoltam walletem belül. Szerintem ez egy tök egyszerű módja, hogyha valaki ilyet szeretne csinálni esetleg ezek után. De ugye, hogyha a hajót vesztek, akkor azt már be tudjátok stékelni, ami hozza ugye az Atlas tokent szépen.
Ja, és ha úgy döntötök, hogy csatlakoztok, vagy vesztek hajót, stb. Stb., akkor ne felejtsetek el a Discordon magatokat ugye beírni a közös Star Atlas táblázatunkba. Tehát Discordon van ugye egy chat, Star Atlasos chat, ahol lehet csetelni, és van egy másik csatorna is ott a chat mellett, ami meg csak annyira azért van létrehozva, azt hiszem onnan ki is vettük, hogy ne tudjátok oda írni, ott csak egy ilyen közös megosztott dokumentum van, egy ilyen Google Docsi, oda be tudjátok írni magatokat, hogyha esetleg szeretnétek részt venni majd a közös játékban, hogyha lesznek ilyen klánok, meg mit tudom én, tehát hogy gyűlik igazából a hatalmas magyar haderő, aztán talán majd a valódi három tank, két helikopteres valódi magyar haderőnél kicsit keményebbek is lehetünk majd akár, még ha csak virtuálisan is. Remélem ezzel nem bántottam meg senkit, viccnek szántam. Ez a videó ennyi lett volna, csak gyorsan szerettem volna ezt bemutatni, ez nekem is ilyen friss volt, mert tényleg most próbáltam én is ki. Hogyha tetszett a videó, kérlek nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok föl, mindenképpen kommenteljetek, hogy mit gondoltok a gameplayről, nekem tényleg ez nagyon kíváncsi vagyok rá. Köszi szépen, hogy megnéztetek a videót, sziasztok!